Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Június 1-e van, Tünde névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap fontosabb hírei röviden. Felszentelték Mirko Stefkovicsot. Önkormányzati választást tartanak holnap Szerbiában. Tizedszer is a békéért vonultak fel Budapesten. Fogolycserére került sor Oroszország és Ukrajna között. Felszentelték Mirko Stefkovicsot, a Nagybecskereki Egyházmegye új püspökét. A szertartást a Nagybecskereki Nepomuki Szent János Székesegyházban tartották. A Szabadkai Egyházmegye eddigi vagyonkezelőjét őszentsége Ferenc pápa nevezte ki. Mirko Stefkovics, Monsignor dr. Németh László, belgrádi érseket, eddigi apostoli kormányzót követte a Nagybecskereki Egyházmegye élén. A Nagybecskereki Egyházmegye hívő népe is egybegyűlt a katedra körül, hogy részesei legyenek és imáikkal kísérik a katedra elfoglalását. Külön élmény a püspök szentelés, mely új hírnök jön. Mint a templomnak a bejáratánál van egy mozaik, amit én nagyon szeretek, ugye, megboldogult Husvár püspök készítette a mozaikot, és magyarázták mindig, akik csinálták a művészek, hogy miért van fölkötve a futárnak a lábszára, hát azért, mert ő a hírnök. És a hírnökök mindig készenlétbe kell, hogy álljanak. A készenléthez kell egy tapasztalat, amit szerintem az új püspöknek van tapasztalatja, van akaratja, van Istenbe való erős hite, más nem kell, és hirdetni. A Székesegyház harangjai 10 óra 55 perckor szólaltak meg, jelezvén a nagy esemény kezdetét. Ekkor elindult a bevonulási körmenet a püspöki palotából a Székesegyház főbejárata irányába. Az egyházi méltóságok bevonulása után a püspökök elfoglalták helyüket, majd megkezdték a szertartást. A szentelési szertartás a jelölt bemutatása után a Mindenszentek litániájának éneklésével vette kezdetét. A főszentelő Monsignor dr. Németh László belgrádi metropolita érsek volt. Mire szentelnek fel egy püspököt? Az elméleti válaszon nem kell sokáig gondolkodjunk. A mai szentelésed által az apostoli testület utódainak közösségébe lépsz. Püspök leszel, apostol utód, akire a világegyház egy részét bízta a jó Isten. Az egyház püspökei testületet képeznek, ez a testület az apostolok testületének az utódja, mely a Szent Atyával egységben hordozza a Krisztustól kapott hatalom teljességét. Az egyházatyák ősi hagyománya úgy kívánja, hogy azt, akit püspökké szentelnek, a nép színe előtt kérdezzék meg, megfogadja, hogy a hitet megőrzi és a hivatását teljesíti. Mirko Stefkovics letette ígéretét. A szertartás meghitt pillanatai következtek. A szentelendő arcra borulása, fejének a szent olajjal való megkenése, az evangéliumos könyv, a gyűrű, a mitra és a pásztorbot átadása, majd pedig a püspöki szék elfoglalása. Az új püspököt köszöntötték a szertartáson jelenlévő püspökök, az egyházmegye papsága és a hívő közösség. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, te egyszülődet szent lelkeddel az új és örök szövetség főpapjává felkented, és csodálatos rendeléssel szentől meghagytad, hogy az ő egyetlen papsága fennmaradjon az egyházban. A szertartás végén Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyéspüspök, magyar és horvát nyelven mondott köszönetet a bizalomért, amit kinevezése által kapott. Önkormányzati választások lesznek holnap Szerbiában. Fontos információ, hogy azok a szavazati joggal rendelkező szerb állampolgárok is leadhatják voksukat, akik korábban nem kaptak erről szóló értesítést, vagyis szavazó cédulát. Enélkül is lehet szavazni érvényes személyigazolvány vagy útlevél felmutatásával. Szerbiában vasárnap 67 önkormányzatban tartanak választásokat, többek között a fővárosban is.
Reggel 7 órakor nyitnak majd a szavazóhelyek, az urnazárás pedig este 8-kor lesz. A szavazáshoz csak érvényes személyazonosító okmányt kell magukkal vinniük a polgároknak, ez lehet személyi igazolvány vagy útlevél is. A szavazásra felhívó lapot, vagyis a szavazó cédulát, amelyet a postás hozott, csupán ajánlott vinni magunkkal. Viszont nélküle is leadhatóak a voksok. A szavazólapon a választási listák nevei előtt szereplő sorszámot kell bekarikázni. Azok a személyek, akik valamilyen oknál fogva nem képesek kitölteni a szavazólapot, például írás, tudatlan, látássérült és egyebek, kérhetnek segítséget. Ebben az esetben a szavazóhelyen ezt jelezni kell. Emellett kivételes esetekben házhoz is viszik az urnát, ez az idősekre, a mozgássérültekre és azokra vonatkozik, akik valamilyen betegség következtében nem tudnak elmenni a szavazóhelyükre. A mozgó urna igényléséről a helyi választási bizottságot vagy a szavazatszámláló bizottságot kell értesíteni legkésőbb június 2-a 11 óráig. A szerbiai önkormányzati választásokon azok a szerb állampolgárok vehetnek részt, akik a szavazás napjáig betöltik a 18. életévüket és szerepelnek a választói névjegyzékben. Utóbbit többféleképpen is le lehet ellenőrizni. Be lehet menni a helyi önkormányzathoz információért, de az elektronikus ügyintéző felületen, avagy az EU-Praven keresztül is utána nézhetünk. Emellett az upit.biracskispisak.gov.rs internetes oldalon is könnyen leellenőrizhető. A megfelelő adatok kitöltésével megjelenik a cím, ahol szavazhat. Mindenki abban az önkormányzatban szavazhat a képviselőjelöltekre, amely területén lakóhellyel rendelkezik. Viszont fontos, hogy azok a szerb állampolgárok, akik 2023. július 3-a után megváltoztatták lakcímüket, még a régi címhez tartozó szavazóhelyen kell, hogy leadják voksukat. Magyarország maradjon a békeszigete. Ezzel a mottóval szervezték meg ma a 10. békemenetet Budapesten. Mi vagyunk Európa legnagyobb békehadteste, mi vagyunk Európa legnagyobb békefenntartói, hangsúlyozta a Margit szigeten megtartott beszédében a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor emellett üdvözletét küldte Robert Ficónak, Szlovákia békepárti miniszterelnökének is. A békemenet résztvevői az idősebb Antal József rakpart Jászai Mari tér Margit híd útvonalon keresztül a Margit szigetig sétáltak. A tömeg itt hallgatta végig a magyar miniszterelnök beszédét. Üdvözletünket küldjük és a jóisten áldását kérjük a kárpátaljai magyarokra, kezdte beszédét Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, a kárpátaljai magyarok 2 éve a háború szörnyűségeinek árnyékában, jogaiktól megfosztva, kiszolgáltatottan várják a háború végét. Kitartást kívánunk, veletek vagyunk, gondolunk rátok, és biztatunk benneteket, nincs már messze a nap, amikor a sorsotok jobbra fordul. Most egy nagy és bátor tettre van szükségünk, folytatta Orbán Viktor. Úgy fogalmazott, meg kell nyerniük az európai választást, mert ők Európa legnagyobb békefenntartó hadserege. A magyar kormány tudja, hogy kell ezt csinálni. Tudjuk, hogyan kell a végzetes dolgokból kimaradni. A nemzetek önfeladása felé robogó migrációpárti szerelvényről időben lekapcsoltuk a magyarok kocsiját. Stop migráció! Visszatérve a háborúra, Orbán azt mondta, csak akkor maradhatnak ki a háborúból, ha a magyar választók megerősítik a kormányt. Mi a nép nélkül nem tudunk ekkora túlerővel szemben talpon maradni, hívta fel a figyelmet a magyar kormányfő. Majd hozzátette, ez akkor sikerülhet, ha a magyar kormány aratja Európában az uniós választások legnagyobb győzelmét. Folytatódik a háború Oroszország és Ukrajna között. Június 1-ére virradó éjszaka az oroszok rakéta és légicsapásokat mértek Ukrajna különböző régióinak infrastrukturális létesítményeire. Az ukrán légierő közlése szerint az oroszok összesen 53 különböző típusú rakétát és 47 drónt lőttek ki. Mindeközben újabb orosz-ukrán fogolycsere történt, az első az ukrán hadifoglyok tragédiája óta. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy januárban az ukrán légierő lelőtt egy orosz
orosz katonai szállítógépet, amelyen az orosz vezetés közlése szerint 65 ukrán hadifoglyot vittek a pár nappal későbbre tervezett fogolycserére. Most az Egyesült Arab Emírségek közvetített Kijev és Moszkva között. Összesen 150 katona, 75 ukrán és ugyanennyi orosz hadifogoly térhetett haza. Az ukrán szabadulók többsége közlegény, 5 nő van köztük. Minden harmadikuk sebesült, rokkant vagy súlyos beteg. A háború kezdete óta egyébként már több mint 50 fogolycserét bonyolítottak le, amelyek során 3000-nél is több fogságba esett ukrán és ugyanennyi orosz katona szabadult. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Bornapokat tartanak Magyar Kanizsán. Ma este játsszák a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Háromszobás lakásokat sorsoltak ki a Veddel a számlát és nyerj játék negyedik fordulójában. A potenciális nyertesek Liljana Bakic és Alexander Ljubic. Az egyik számlát Csajetinában fizették ki 592 dinár, még a másikat Új-Belgrádban 1050 dinár értékben. Több mint 92 millió számlát küldtek be a nyereményjátékba, és több mint 507 ezeren regisztráltak rá. Az utolsó húzás jövő szombaton, június 8-án lesz. Kiváló borokkal, finom falatokkal és remek zenei összeállítással várják a látogatókat Magyar Kanizsa főterén. A Bornapok rendezvény sorozatot immáron 11. alkalommal szervezik meg a településen. Pénteken kora délutántól várják a borkedvelőket és a szórakozni vágyókat a Magyar Kanizsai Városháza előtti kis parkban a kétnapos Bornapok rendezvényre. A borászok faházakban kínálják a legfinomabb boraikat, így a borkedvelők színes kínálatból válogathatnak kedvük szerint. Én a fehér borok kedvelője vagyok, de általában, ha már ennyi borászat megjelenik, akkor szeretünk körbe kóstolni és mindenkinek megkóstolni az újdonságait, illetve a régi megszokott jó ízeket is, amik visszaidézik a szép emlékeket. Mit lehet elmondani, milyen a vajdasági bor? Fűszeres, zamatos. Én nagyon szeretem, nagyon kellemes ízvilágú. Összesen 9 borászat hozta el a legjobb borait. Szegmeister Ernő 2008-ban vált főállású borásszá, és rendszeres résztvevője a Magyar Kanizsai Bornapoknak. Remélem, hogy jó boraik lesznek, és hogy ez a fesztivál is tovább írja magát, mert nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen alulról építkező, szerintem talán Északbácska, vagy akár úgy is mondhatnám, hogy a délvidéki magyarságnak az egyik legjobb esélye. A rendezvény évről évre egyre népszerűbbé válik a helyiek, de a környékbeli településekről érkező vendégek között is. Valamint a borkínálat tekintetében is minden évben színesebb a paletta. A Magyar Kanizsai rendezvények sorát a bornapokkal indítjuk minden évben. Én azt gondolom, hogy ez mindenki számára egy közkedvelt rendezvény, hiszen gasztronómia is, egy kicsit kulturális is, tehát elég színes kínálatot biztosít az ide látogatóknak. A bornapok ma is várja a látogatókat. Az érdeklődők a kiváló vajdasági borok mellett kézműves söröket is kóstolhatnak. Horgolás a népművészetben címmel csipkekészítési képzést tartottak ma Magyar Kanizsán. A rendezvény a Hagyományok Háza vajdasági hálózata szervezésében valósult meg. A 30 órás képzés elméleti és gyakorlati részekből tevődik össze. A foglalkozás főbb témái az európai csipke története, a horgolt csipkék a magyar népművészetben és a csipke napjainkban. Éppen azért jöttem, mert hobbim a kötés és a horgolás, nagyon szeretem a horgolt csipkéket, és hobbi szinten már gyerekkorom óta foglalkozok ezzel a kézi munkával, és nagyon-nagyon örülök, hogy most épp itt Magyar Kanizsán került megrendezésre, és természetes, hogy jöttem. Az elméleti oktatást Erdei T. Lilla, etnográfus és csipkeszakértő tartotta, míg a gyakorlati részt Ponsik Zsuzsanna, csipkekészítő vezette. Mai nap és holnapi nap folyamán én előadást tartok a csipkékről, csipke történetéről. A mai nap folyamán a különböző csipke típusoknak a változása az 1850-es évektől a kivetkőzésig, terjedő 100 év, mert akkor jött a gépi csipke ez időszakban, és ez felbojdította tulajdonképpen a csipkés dolgokat. Ekkor különböző újabb technikák jelentek meg, újabb felhasználások, nem csak a polgárság, hanem a népviseletbe is eljutott.
A program ingyenes, a gyakorlati foglalkozáson résztvevőknek csupán az anyagköltséget kell megtéríteni. Csipkekészítéssel 2008 óta foglalkozom. Most itt azért jöttünk, mert az volt az intézetnek a kérése, hogy a horgolycsipkét az asszonyoknak tanítsunk. Szeretünk volna a helyi specifikus csipkéket megismertetni velük. Sikerült is minimális anyaghoz hozzájutni, ami alapján a helyi speciális csipkéket tudjuk megtanítani, próbáljuk megtanítani. A képzés június 22-én és 23-án folytatódik. Jelentkezni Kovács Nádi Karolinánál lehet a nadi.karolina@hagyományokháza.hu e-mail címen, vagy a 063 563 115-ös telefonszámon. A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége első alkalommal szervezte meg általános iskolás gyerekek számára az Anyanyelvem ékessége versmondó versenyt. Az esemény az Augustinianum pasztorális központban zajlott Szabadkán. A versenyre a magyar irodalomból szabadon választott versen lehetett jelentkezni, az Isten és versek kategóriájából, valamint a hála, öröm, béke és szeretet témakörében. Fajka Viola Vas Albert Magyar mi atyánk című versét hozta. Sokat készültem rá, és már voltam egy jó páron, nem tudom már hanyadikon. És voltak valami szép eredmények? Milyen eredményeket értél el? Hát volt, amikor a harmadik helyezett, volt, amikor első, volt, amikor második. A gyerekek két fő kategóriában indultak. Külön voltak az alsósok és felsősök képviselői, valamint azon belül pedig osztályonkénti alkategóriákba versenyeztek. Háborúknak vessen véget! Szerkesztőségünk első alkalommal szervezte meg az Anyanyelvem ékessége versmondó versenyt általános iskolás gyerekek részére, az istenes versek témakörében, valamint az öröm, a hála, a béke, a szeretet témakörében. 121 gyermek jelentkezett Vajdaság több településéről, intézményéből, plébániájáról, és 46 kiemelkedő tehetségű gyermek jutott a mai döntőbe. A döntőbe jutáshoz előbb videóselejtezős elődöntőben kellett a gyerekeknek bizonyítani. A korábbi években rajzpálcadokat hirdettek a szervezők, most nagyobbat mertek álmodni és szavaló versenyt rendeztek. A lehetőségek szerint a jövőben is szeretnék folytatni és új megmérettetéseket szervezni. Gyereknapot szervezett szombaton a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar Hallgatói Önkormányzata Szabadka központjában. Immáron 14. alkalommal rendezték meg az eseményt, témája pedig a kutyák és macskák voltak. A gyerekeket izgalmas és szórakoztató programokkal várták a szervezők. A rendezvényt tánccsoportok saját koreográfiáikkal nyitották meg. Hoztam a tánccsoportomat, hogy fellépjenek. A Rhythmical Dance Clubból érkezett három csoport, akik meg fogják nyitni a gyermeknapot, illetve még az egyetem mesterhallgatója vagyok, így a matek bázison is segítkezem. Mi történik a bázison, ott mivel foglalkoztok ilyen fiatalokkal, mit lehet csinálni? Különböző játékokkal készültünk, hoztunk feladatlapokat, különböző játékokat, amit kicsik is nagyok is egyaránt kipróbálhatnak. A standokon a gyerekek játszva tanulhattak. Voltak matematikai és informatikai foglalkozások, képzőművészeti tevékenységek, papírszínház, logikai játékok, karkötőnyomda és arcfestés is. Eddig jó. A matematikára meg a kézműveskedésre el akarok már nagyon menni, mert nagyon szeretek. Táncolni jó. Szerintem a táncunk az jó lett. Meg szeretek nagyon táncolni. Az esemény leginkább a 3-tól 8 éves korosztály számára szólt. Idén 14. alkalommal szerveztük meg a gyereknapot, és témakörünk a kutyák és a macskák, és e köré épül az összes bázisunk. Közéjük sorolhatnám az informatika bázist, ahol drónoznak, különböző robotikai játékokkal foglalkoznak. Van kifestős bázisunk, matematikai, ahol logikai játékokkal kedveskedtünk a gyerekeknek, és mind kutya és téma macskában van. Ezután karkötőnyomda is van, valamint arcfestés is, ahol szintén kutya és macska figurákat festünk a gyerekek arcára. Érdekes volt a kicsik számára a gyereknap, akik minden bázison pecséteket gyűjthettek, amiket végül egyedi karkötőre válthattak be.
Ma este játsszák a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. A fináléban a rekordbajnok 14 BL serleggel rendelkező Real Madrid a Borussia Dortmunddal mérkőzik meg. Az összecsapás esélyesei a spanyolok, azonban a németek sem véletlenül kerültek a döntőbe, hiszen a PSG-t kettős győzelemmel búcsúztatták a legjobb négy között. Mindkét együttesben lesznek olyan nagy nevek, akik utoljára lépnek pályára csapatukban, hiszen korábban Toni Kroos bejelentette, hogy az Európa bajnokság után visszavonul a profi labdarúgástól, míg a Dortmund nem hosszabbított szerződést klub ikonjával, Marco Reusszal, így a két német extra motivációval léphet pályára ma este a londoni Wembley stadionban. A bajnokok ligája döntője este 9 órakor kezdődik. A mérkőzést a szlovén Slavko Vincic vezeti majd. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Felszentelték Mirko Stefkovicsot. Önkormányzati választást tartanak holnap Szerbiában. Tizedszer is a békéért vonultak fel Budapesten. Fogoly cserére került sor Oroszország és Ukrajna között. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!